Dinnye és víz. Tehát igazából akkor a dinnyét bepréseltétek, és le van fagyasztva. Van. Ó, de jó az illata. Na, akkor adjunk először az orányutánoknak. Jeges dinnyés csemegét hoznak a gondozók Rutinak és Szabatininek, hogy a hűsítő csemege csillapítsa a nyári forróságot. Van, aki válogathat, míg más kétségbe esetten várja, hogy ő is megkapja a saját adagját. Bár az állatok nehezen viselik a kánikulát, mindegyikükre igényei szerint fordítanak figyelmet a gondozók. Ilyenkor a főemlőseinknek majomfagyival kedveskedünk. A borneai orángutánok, a gorillák vagy a mögöttem lévő gibbonok is előszeretettek szoktak csemegézni a jégbe hűtött csemegéken. Ezek általában a napi takarmányadagot fejezik ki. Ilyenkor jégbe hűtjük, vízbe rakjuk a különféle gyümölcsöket, és tulajdonképpen ez egy különleges környezetgazdagítás is, hiszen nem 5 perc alatt habzsolja be a szamócát vagy a dinnyét, hanem meg kell küzdenie és nyalakodnia kell a finomságokért. Az állatkertben megtalálható mérsékelt égövi trópusi, szubtrópusi területekről származó fajoknak is szokatlan a 35-40 fokos meleg, mivel ezek az állatok már Európában fogságban születtek. A különböző fajokat különféle hűtési technikákkal segítik a nyári kánikulában. Bármennyire fura, leginkább a legérzékenyebbek, majdnem, hogy az óceánáriumban látható korallok, hiszen arról már mindenki hallott, hogy a tengerek felmelegedése hogyan pusztítja őket, és itt ugyanúgy érzékenyek a hőingadozásra, éppen ezért stabil hűtőrendszerünk van, ott állandó 26 fokos tengervíz várja az állatokat, és aki belép az óceánáriumba, érezheti is azt a klímaberendezést, ami a külső akváriumoknak is segíti a lehűlését. Emellett, ha szétnézünk az állatparkba, akkor mindenféle taktikát lehet látni a hűsölésre, legyen szó az orrszarvúról például, aki előszeretettel dagonyázik, ilyenkor szokták levízilovazni szegénykémet, de ennek bizony komoly oka van, ugyanis ahogy a sárréteg rátelepszik a bőrére az állatnak, ez kiváló védelmet nyújt számára az élősködők ellen és a napsugarai ellen is, úgyhogy esetleg otthon is bekehetjük magunkat sárral. Emellett a gondozóink az ázsiai elefántokat naponta szokták fürdőztetni, és nagyon fura, hogy ők is általában a fürdés után homokfürdőt vesznek, szintén sárréteget képez így a bőrükön ez a vizes, homokos réteg. Amellett, hogy az ázsiai elefántokat fürdőzteti a gondozó, ez nem csak wellness élmény biztosít a hatalmas állatok számára, hanem egyrészt a szociális kapcsolat megerősödését is segíti, illetve az általános egészségügyi állapotot is fel tudják a gondozók ilyenkor mérni. A nyíregyházi állatparkban árnyékos tölgyerdő biztosítja a kellemes klímát. A jeges finomságok és a különböző hűtési technikák pedig plusz gondoskodást és örömöt jelentenek a legkisebb állatoktól a legnagyobbakig.